Idén negyedik alkalommal rendezte meg a MediaWorks Hungary ZRT a Tündérszépek országos szépségversenyt. Az egész országból 700 lány nevezett a versenybe, minden megyéből a legszebb lány jutott a döntőbe, így az ország különböző régióiból egyenlő eséllyel indulhattak a versenyzők. A döntőt tegnap rendezték meg Budapesten, ahol 22 hölgy közül választották ki a verseny győztesét és az udvarhölgyeit. Nagy a készülődés az öltözőben. A negyedik Tündérszépek országos szépségverseny döntőseit sminkesek és fodrászok varázsolják még szebbé a színpadra lépés előtt. A nagy pillanatra komolyan készültek a lányok. Már hónapok óta erre készülök, és nagyon izgatott vagyok, hogy végre itt állunk, és eljött az idő. Úgy érzem, hogy fizikálisan és mentálisan is a legjobbat sikerült kihozni magamból. A döntőbe jutott 22 lány kiválasztásánál a szépség mellett a legfontosabb szempont a természetesség volt. Azt néztük, hogy mennyire bájosak a lányok, hogy mennyire természetesek. Mi abszolút arra törekszünk ebben a versenyben, hogy a szépségnek a sokféleségét mutassuk meg, és nem elvárás mindenféle paramétereknek való megfelelést. Először bikiniben vonultak fel a lányok a zsűri és a közönség előtt. Tapasztalt modellek szerint ez a legnehezebb megmérettetés. Korábbi szépségversenyek királynői mentorként segítették a lányokat. Ilyenkor nekem mentorként mindig az a legfontosabb, vagyis abba gondolok bele, hogy nekem annó milyen tanács jött volna jól a nagy megmérettetés előtt, és próbáltam ilyen tanácsokkal, vagy ötletekkel, tapasztalatomból adódóan ellátni a lányokat. Külső és a belső harmónia a lehető legfontosabb, valamint a színpadi jelenlét olyan tekintetben, hogyha valaki kijön, akkor csak pár perce, vagy olykor másodperce adódik, vagy lehetősége van arra, hogy meggyőzze a közönséget, a zsűrit, hogy úgy nézzen a kamerába, olyan magabiztosan járjon. Nagyon sok múlik egy megfelelő járáson, egy gesztikuláción, a szóhasználaton és a szemkontaktuson. A Tündérszépek győztese! Pesti Viktória! A 2021-es győztes Szabó Orsolya után egy zalaegerszegi lány lett az idei Tündérszépe. A királynő mellett a két udvarhölgyet is megszavazták, illetve egy közönségdíjas is lett. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a legszebb lányok közül kellett kiválasztani azt az egyet, aki méltó a koronára. Tényleg ez egy valóságos verseny, tehát nagyon-nagyon meg kellett küzdeni, és nekünk is nagyon meg kellett küzdeni azokért, akiket szerettük és akik tetszettek nekünk. Annak kifejezetten örülök egyébként, hogy egy olyan végedmény született, ahol a külsőn keresztül és a külsőn túl meg tudtuk mutatni a belső értékeket is. Mi úgy szakmámból kifolyólag kicsit talán tovább tudunk gondolni annál a napnál, hogy itt most valami véget ér a lányok életében, és utána jön egy év, amikor ezt fenn kell tartani, ezt képviselni kell, ezt fel kell vállalni. Először is gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Hogy érzed most magad? Hát nagyon izgatott vagyok, hogy ezután mi jön, mi fog rám várni, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok. A korona felelősséggel is jár, hiszen a győztes egy éven át fogja képviselni a brandet, és innentől kezdve sokak példaképévé válik. A verseny műsorvezetője a műsorunkból már jól ismert Eper Márton volt. Nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem, hiszen bevallom őszintén, soha nem csináltam még ehhez hasonlót, úgyhogy nagy kihívással jöttem én is. Fantasztikus volt, már csak azért is vállaltam, mert nagyon szimpatikus volt az a hozzáállás, hogy ez a verseny tényleg arról szól, hogy a természetességet helyezi előtérbe. A győztesek értékes nyereményekkel is gazdagodtak. Az első helyezett többek között egy két személyre szóló dubai álomutazást is nyert.